minden évben a városrészben megrendezésre kerül az idősek napja. Ez a városrészben egy évtizedes múltra nyúlik. Visszamondhatnánk azt, hogy anyákról, lányokra öröklődött, ez hisz valamikor a saját szüleink szervezték ezt a rendezvényt, és utána mi ezt folytattuk. Az idén úgy gondoltuk, hogy egy kicsit kibővítjük az idősek napját. Az idősek köszöntése után polgármester úr ismerteti a városrész fejlődését, hogy milyen beruházások történtek, utána pedig a félkótás citere banda szórakoztatja az időseket. Már tavaly is ők szerepeltek, az idősek kérésére az idén is őket hívtuk el. Lenti Szombathelyen is azt hiszem, hogy lehet látni az elmúlt éveknek a fejlesztését, de a fő csapás iránya az a harangláb, ami itt van a temetőben. Ugye már legutóbb is esett szóról, hogy ez több milliós, ugye 6 millió forintot meghaladó összeg lesz ennek a felújítása, de ugye temetőkapu, a környezet, a magának a település központnak, az iskola, ugye az egykori iskola új tetőt kapott és épül és szépül. Ennek is lesz egy olyan funkciója, amely egyrészt bemutatja az alternatív energiákat, másrészt pedig szeretnénk, hogyha itt is rendezvényeket lehet tartani. Hát ezzel elejét szeretném venni azoknak a híreszteléseknek, hogy ez magáncélú felhasználást nyer, és valaki dísznövénykertészetet szeretne itt megvalósítani, tehát ilyen a legnagyobb bánatukra a rossz nyelveknek nem lesz. Ez is a közösséget fogja szolgálni, és ugyanúgy, mint a többi létesítmény, amelyeket felújítottunk, ez is a lentieké lesz. Ezen kívül úgy gondoltuk, hogy az idősek védelme érdekében nagyon fontos lenne az időseket tájékoztatni az őket veszélyeztető tényezőkről, ezért a helyi lenti rendőrkapitányság és a polgárőr egyesület részvételével előadás fog elhangzani az idősek védelme érdekében, hogy mire figyeljenek oda. Utána megvendégeljük az időseket, mint minden évben, és zenés rendezvénnyel folytatjuk az estét, amiben szeretnénk az időseket is megmozgatni. Egy meglepetéssel is készültek, ahogy kiderült előzetes beszélgetésünkből. Jós Ferencné, Juliska néni 90. születésnapját ünnepli, és szeretnénk őt köszönteni és családját ebből az alkalomból. Ő minden évben részt vett a mi kis idősek napi rendezvényünkön, évtizedek óta itt a városrészben él, részt vesz ő és a családja a városrész életében, és nagyon fontosnak tartom, hogy megemlékezzünk az ő 90. születésnapjáról. Az egész életét munkával töltötte, a termelőszövetkezetben dolgozott. Gyermekeit és unokáit becsülettel nevelte az életre és a munkára. Büszkén mondhatja, hogy szorgalmas, becsületes családja van. 1984-ben nyugdíjba ment, és azóta nyugdíjas éveit tölti családja körében, akikre mindig számít. Lenti város önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm 90. születésnapi alkalmából Juliska nénit, és születésnapi alkalmából kívánok neki erőt, egészséget és sok boldogságot a családja körével. Most szeretném átadni Magyarország kormánya által kiállított emléklapot Jós Ferencné részére 90. születésnapi alkalmából. Ez az emléknap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Budapest 2019. február 16. És természetesen az önkormányzat nevében is nagyon szeretettel gratulálok még egyszer.